Terrortámadás történt Szarajevóban, két boszniai katonával végzett egy fegyveres támadó, aki ezt követően egy közelben elhaladó városi autóbuszra is tüzet nyitott. A golyók itt senkit nem találtak el, a kitört üvegszilánkok viszont többeket megsebesítettek. Később a terrorista saját magával is végzett, miután a rendőrség a nyomára bukkant és körbevette a házát. Két katonával végzett egy külvárosi fogadóirodánál egy terrorista Boszniában. A támadó egy automata fegyverrel nyitott tüzet a laktanya szomszédságában álló épületnél. Ezt követően egy arra elhaladó városi autóbuszt is golyózápor alá vett. Itt szerencsére senki sem sérült meg komolyabban. A buszsofőrje és két utasa csak a kitört szélvédő üvegszilánkjaitól sérültek meg. A támadót a hatóságok beazonosították és körbevették a házát. Később bentről robbanást hallottak. A házba behatolva holtan találták meg a férfit. A környéken élők szerint a támadó az utóbbi időben az ultrakonzervatív szalafi muszlim mozgalom követője lett. Az ország miniszterelnöke határozott fellépést ígért a terroristákkal szemben. Az egyenruhás katonákra leadott lövés Bosznia-Hercegovina szívét találta el. Senkinek nem fogjuk megengedni, hogy ehhez hasonló támadásokat kövessen el. Az ügyben a nyomozás még zajlik, abban bízunk, hogy az ügyészség rövidesen részletesebb tájékoztatást fog tudni nyújtani az elkövető motivációiról, fogalmazott a helyi kormányfő. Boszniában már korábban arra figyelmeztettek szakértők, hogy az országban termékeny táptalajra lelt a szélsőséges iszlamizmus. A 3,8 milliós balkáni országban a lakosság mintegy 40%-a muszlim. A balkáni állam területéről egyes beslések alapján több száz állampolgár ment Szíriába, hogy ott dzsihadisták oldalán harcoljanak.